Idén hazánk adott otthont a sportág legnagyobb viadalának Hódmezővásárhelyen. A 36 induló ország 540 sportolója közül a bonyhádiaknak egyesületi szinten és önálló versenyzőként is sikerült több aranyat és ezüstöt is megszerezni. Nagyon meleg volt, de ez nem volt szerintem akadály, mert annál magabiztosabban indultunk a színpad felé, vagy a platformra. Szerintem mindenki nagyon jót küzdött, és elképesztő teljesítményt nyújtott a csapatunk. Én nagyon büszke vagyok mindenkire, és szerintem legközelebb is megpróbáljuk a lehetetlent legyőzni, és most is sikerült. Nekem óriási támogatás volt édesapám, mert elképesztően sok mindenbe támogatott, és nekem ő rengeteg erőt adott mindenképpen. Egy nagyon összetartó és nagyon nagy egymás buzdításával egy komoly eredményt ért el mindenki. Ezúton gratulálok mindenkinek, és köszönjük a felkészítést az edzőinknek. Intenzív felkészülés után érkeztek az egyesület versenyzői Hódmezővásárhelyre, aminek meg is lett az eredménye. A felkészítők elmondták, azon dolgoznak, hogy mindenki örömmel menjen az edzőterembe. Ez ne egy büntetés legyen, hogy edzeni kelljen, hanem az ember ezt jó szívvel élje meg, hogy a napi jutalom, hogy az egész napi munka után egy óra edzés simán belefér az életünkben. A súlyemelés alapjaiból építkező sportágnak három része van, a lökés, a szakítás és a hosszú ciklus. Amennyire egyszerűnek tűnik, annyira komplex mozgásforma. Alapfeltétel hozzá az intenzív erősítő edzés. Nem is javasolják, hogy otthon egyedül próbáljuk, mert nagy a sérülés veszélye, ezért célszerűbb inkább edzőteremben szakértőktől segítséget kérni. Kint a terem külső részében tartunk, ott vannak a kardiogépek, sígép, evezőgép, bicikli, elég komoly, azt mondom, hogy crossfit jellegű. Inkább csak azt mondom, nem crossfit, hanem cross jellegű edzéseket tartunk, elég komoly erőálló képességedzések. Ez kell hozzá, anélkül nem működik. A kettőt azt így kombinálni kell. Ha valaki nem jár cross edzésre, azoknak szoktuk javasolni, hogy menjen el futni. Amikor nem volt nekünk ilyen, akkor mi is futni jártunk, ezzel egészítettük ki magát az edzést. Kortól nemtől függetlenül ajánlják mindenkinek ezt az erőnléti edzésformát, hiszen nekik is van egészen fiatal versenyzőjük és 73 éves sportársuk is. Szabó Dettitől, aki önállóan indult és megnyerte az aranyérmet a világbajnokságon, sok érdekességet tudhattunk meg a versenyekről és a felkészülésről is. Van egy Magyarországos Kettlebell Szövetség, ők minden évben csinálnak egy országos bajnokságot, és ezen kívül van három nagy szervezet, és ők pedig minden évben csinálnak egy világbajnokságot és egy Európa bajnokságot. Ennek a versenynek az a lényege, hogy van háromféle, tehát sokféleképpen lehet vele edzeni, erősíteni, de van háromféle versenyszám, a hosszú ciklus, a lökés és a szakítás. Ennek az a lényege, hogy egy adott időben, amelyik időben mész versenyezni, hányszor emeled fel a fejed fölé szabályosan, jó technikával, úgy, hogy abban a pillanatban, amikor fönt van a fejed fölött a gíri, akkor megfeszül a tested, és igazából egy pillanatra ilyen merev vagy, és akkor úgy tudod csinálni a következő ismétlést. És úgy vannak a versenyszámok, hogy van a 10 perces versenyszám. Ennek az a nehézsége, hogy egyszer lehet csak kezet cserélni, és akkor van 30 perces, az a nehézsége, hogy hosszú idő, viszont az korlátlan kézváltás. És akkor ehhez van egy súlycsoportunk, egy korosztályunk, és akkor a velünk megfelelő emberekkel tudunk versenyezni. A világszerte már régóta népszerű sportot Magyarországon még csak most kezdik egyre többen felfedezni. Én 4 éve gíriázom, hát az országos bajnokságokon így elég jó helyezést értem el. Én szakítok, tehát nekem ez a kedvencem, és 2 évvel ezelőtt volt az IUKL-nek itt Magyarországon egy világbajnokság, ott sikerült egy ezüstérmet szereznem. 16 kilóval dolgozom még azzal versenyzem, és most volt Magyarországon a VKSF szervezetnek Hódmezővásárhelyen egy nagyon-nagyon színvonalas versenye. Tényleg csodálatos élménnyel lettünk gazdagabbak, azt gondolom.
Tehát ezért ez nekünk így egy kicsit szerencsés, hogy itt is van. Tehát itt minden évben a nagy szervezeteknek három nagy szervezet van, minden évben valahol van a világbajnoksága és az Európa bajnoksága, mindig más országban. És az idén az pedig itt volt, és ugye a Magyarországos Kettőbe Szövetség ők szervezték meg. A világbajnok mesélt róla, mekkora élmény volt már a verseny megnyitója is, illetve látni más országok szintén profi versenyzőit küzdeni. Nem izgultam. Tehát érdekes, hogy országos bajnoksága, sokkal jobban szoktam izgulni, mint most. Valami, nem tudom, annyira így nagyon-nagyon jól éreztem magam, és szigorú bírót kaptam, egy svéd bírón volt. Tudtam, hogy szigorú, mert láttam előtte, tehát hogy láttam, hogy milyen, de hát semmi baj ezzel. És akkor, mikor mentünk versenyezni, akkor előtt a csoportkép, bíró vezet föl a platformra vele szembe. Azért ilyen színvonalas verseny, amikor vele szembe a bíró, ugye akkor, tehát öltönyben van és nyakkendőben. És akkor elkezdtünk versenyezni, és sok pontszámot nem kaptam meg. Elfogadom, hogy a bíró így döntött, nincsen ezzel semmi baj, csak nem tudtam úgy szakítani azzal a tempóval, ahogy én itt az edzéseken szoktam, és ez egy kicsit így nehezebb volt nekem. De végig csináltam a 10 percet, azt hallottam, hogy nem tudom hányadik percben, hogy a mellettem lévő lány az lerakta, és akkor, amikor vége volt ugye ennek a 10 percnek, és akkor utána volt eredményhirdetés, és akkor azért úgy odaálltam, mert azért úgy így számítottam arra, hogy ha ő lerakta, akkor fölkerülök a dobogónak, a dobogóra valahova. És amikor volt az eredményhirdetés, akkor amikor kimondták, hogy az első vagyok, akkor sírva mentem föl a dobogóra. A profi sportolókra méltán lehetünk büszkék, hiszen minden erejüket, tehetségüket latba vetve teljesítették ezt a szinte emberfeletti erőt kívánó kihívást. Terveik közt szerepel még a következő világbajnokság megnyerése is.